Megy a videó. Úgy néz ki. Reméljük, ezt nem nézi senki. Ha meleg, na. Itt meg hideg. Igen, ez így van. Iszok. Sziasztok! Hello! Itt vagyunk Bakonyákon. Jákon. És azzal a céllal jöttünk ide, hogy havat találjunk, meg hogy megmutassuk ezt a csodálatos kis házat és a környékét. Csinálunk egy ilyen, Peti megmutatja a házat. Hogy a fi, viharban-e? Igen. Tehát ez egy varázslat, gyerekek. Gyerek. Itt lehet üldögelni rajta, és egyébként elég kurvára meleg is. Úgyhogy sokáig. Az azért elég menő, hogy így érkezik meg ide az ember, hogy megrakják neki a kis tüzet. Megrakják a tüzet. Aztán erre még egy kisebb konyha is jön, ami minden igényt kielégít, és hát de amúgy tényleg van mindenféle cucc, úgyhogy tudunk főzni magunknak. Itt a kis ebédelő rész, és kinyitod azt az ajtót, ami melletted van? Itt van. A nyári konyha. Nyári konyha, gyerekek. Ami nekünk, mikor októberben itt voltunk, mert jártunk már itt, de erről majd később. Szóval, amikor mi októberben itt voltunk, ez volt a kedvenc részünk. Akkor még jó idő volt, és itt lehetett üldögelni kint. Ja, mindig is fogom mondani ezután, hogy üldögelni. És játszottunk még ezekkel is amúgy. Nagyon, nagyon takaros. És itt lehetne a kemencébe is rakni tüzet, grillezni is lehetne. Nézzük, nézzük, nézzük. Menjünk tovább. Ott vannak a csúnyán ledobott cuccaink. Itt egy kis tárolószoba van, az nem ránk tartozik. Három szoba van. Ebben kettő különálló ágy van. Szerintem amúgy összetolható is akár. Itt a másik ágy. Igen, mi majd itt alszunk, de most még ne ülj rá, mert le akarod fotózni. De mindig itt alszunk, mert amikor itt vagyunk, mindig itt alszunk, de erről majd később. Igen. Jaj, ki is nézhetnénk, de nem, erről majd később. Erről majd később. És akkor itt jövünk tovább, mert még nincs vége, nincs vége. Itt van még egy szoba. Na mi hiszed el? Amúgy, na jó, majd kinnak akkor mutatjuk. Mert arról majd később. Van egy szép fürdőszoba egyébként, egy kis sarokkáddal. És annyit szeretnék még megjegyezni, hogy Petin élete pulóvere van. Vagy megmutatom én messzebbről is. De nem. Csinálj egy jó divatos beállást. Kockás fülügyúl. Na várjál. Szóval az egész úgy nézett ki, hogy durván egy hónappal ezelőtt kinéztünk magunknak egy havat. Erre a hóra építettünk egy utazást, hogy valami havas erdő, havas táj, havas kózi feelinget át tudjunk adni. Erre a Bakony-Jákó házat választottuk, és nagyon szurkolunk annak, hogy legyen hó, tényleg. És ugye ezt a környéket kinéztük, de a házat magát kifejezetten azért választottuk, mert voltunk már itt egyszer, két évvel ezelőtt. Ebből ti akkor kb. Semmit nem láthattatok, mert a Peti születésnapjára érkeztünk egy 8 fős társasággal, és nem volt vállalható, ami történt. Vállalható. De imádtuk. Elfelejtettük. És azt már akkor is tudtuk, hogy ez egy olyan hely, ahova ketten is érdemes visszajönni, ahol kicsit a romantikusabb, bekuckózósabb, emberektől elvonulósabb oldalát kell ennek a dolognak kiaknázni. Úgyhogy most, amíg még hát annyira nem szabad utazgatni, de üzleti utazásként ugye megejthettük ezt a dolgot, ellátogattunk ide, és azt reméljük, hogy amit majd látni fogtok, és ami alapján esetleg kedvet kaptok hozzá, az nektek is nem sokára elérhető lesz. Mert azért csak, nem?
február, március, valamikor most már csak szabad utazni majd, vagy hát üzleti útként akár az ember, ugye? Üzleteljetek! Üzleteljetek és... Üzlet! Üzletemberként érkezzetek helyre. Üzletemberek! Itt is van egy kumbéra. Hát nem az. De nem hiszem, hogy bejöhetsz. Szerintem nem. Vagy bejöhet? Nem. Bejöhet? Tia. Téged hogy hívnak? Azt mondja, hogy Gubacs. Nem igaz. Szerintem ő lány. Szerintetek a Peti szeretne cicát? Teljes állat vagy. Bolondok. Na és akkor ez az, amire eddig várni kellett. Amúgy még nyilvánvalóan nem ragyog teljes pompájában ez a dolog. Ez itt majd, ugye, hát ez itt egy sziklakert volt, és akkor ezt majd még így újra növényesítik, csak hát bekerült egy ilyen extra szolgáltatás, ami szerintem hát őrületesen sokat dob ezen a dolgon, mert nagyon reméljük, hogy látni fogjuk ezt a helyet még hóban is. És hát nézzük. Még ne rakjál szerintem. Én ebben nem mernék bemenni, ez túl meleg. Ha rakod fával, akkor egyre melegebb lesz. Nem? Jézus, ebben nem lehet bemenni. Esküszöm! A kezem nem bírja, a lábad meg fog égni. Esküszöm! Mondom, ez olyan, ami forr szinte. Próbáld bent tartani egy percen keresztül. Én másodpercekig nem bírom bent tartani. Az van, hogy túl van fűtve a Dézsa, úgyhogy némi türelmet kérünk. Szerintem amúgy egy ilyen hely, mint ez a ház is, a leg-Covid biztosabb, barátabb kikapcsolódási lehetőség, hiszen tényleg itt nincsenek az arcodba az emberek, csak macskák, mókusok, madarak, meg az erdő. Szúnyogok és lepkék. Szúnyogok nincsenek, és lepkék se jelenleg. Jó. Nézzük meg azt, vagy nézzétek meg azt, hogy mi történt velünk addig, amíg szomorúan vártuk a havat. Hát, nagyon félek attól, hogy ez lesz az a hó, amivel be kell érnünk. És ráadásul mondhatni, elaludtunk kicsit, úgyhogy erre ébredtünk most. És hát most láthatjuk azt, hogy mi a következménye annak, hogyha vidéken az ember durván elalszik, elalszanak a tüzei. Szegény! Petinek az az aggája, hogy ez egy nagy mennyiségű víz, és ugye teljesen hideg vízből nagyjából egy napig tart felfűteni. Úgyhogy fel kellett volna kelnünk hajnalba, ez volt a terv, hogy a kis parazsat életbe tartsuk. És mi vagyunk azok az emberek, akik már reggel fát vágnak, úgy látom. Nem vagy azért szomorú? Látod, ez a vidéki ember sorsa. Most ezt megpróbálom levadászni nektek. A másik fára megérkezett a harkály, de remélem, hogy az... én már látom, ti nem látjátok. Jaj! Úgy mutassam, na. Ott mászik az ágon. Az anyámot. Ott van. Látjátok? Ott van. Úristen,
Muszáj rögzítenem a reggeli ezen pillanatait, mert mégiscsak haladjunk egy bizonyos irányon keresztül. Jaj, szegény haja, hogy van. Szegény haja. Szóval, tehát reggelinél tartunk. És hát ez van. Hoztam otthonról ezt a majonézes mustármagos szósz, mert egyfelül ez örök gasztrokedvenc. Biztos, hogy mutattam már valamelyik gasztrokedvencekbe, de ez még mindig tart a szerelem. Így egyszerre van egy kicsit mustárérzésed, meg majonérzésed, és úgy voltam vele, hogy ez valamihez biztos, hogy jó lesz. Majomérzésed. Ott a macska, aki rettentő idegesítően tud konyerálni. És vettünk virslit a boltba, ezt is szintén otthonról hoztam. Ezt hívják kétféle... vlognak, amikor megmutatjuk a virslinket? Igen. Kétféle ember van, az egyik szereti a medvesajtot, a másik szintén. Jézus Isten! Ez annyira nem jó poén. Mit csinálsz itt, Péter? Itt van egy madáretető, amire rájár a fél erdő madárállománya, és baromi sok ritka, és... És kevésbé ritka, és remek faj. Kis madárka. Igen. Van itt. Itt rengeteg cinege, ugye, de láttunk visszajáró csúszkát, egy harkály az itt kordozik. Kettő ráadásul. Igen, két harkály, meg... Na. Meg hát egy csomó madarat nem is, meg nem vagyok kibaszott ornitológus, de szeretnék az lenni. Igen. Pont azt beszéltük, hogy ennél kényelmesebb állatmegfigyelő állomás, mint egy dézsa, nincsen. Mert ülsz a forró vízbe, látod, ahogy gőzöl? Konkrétan, na most tökéletes, Peti. Igen. Most iszonyatosan tökéletes. Igen. Ez itt, kérlek szépen, gyerekek, én jó tűzrakónak tartom magamat, de ez a tűzrakások tűzrakása. Ez... Már amit te most leműveltél? Igen, ugyanis van egy borzasztóan mély hordó, ami alul még egy elérhetetlen helyen terjeszkedik hátra, és ezt az egészet valahogy ugye be kéne melegíteni. Felülről, tehát hogy ez az eszköze, a kaparója, meg amivel alul hozzá lehet jönni. Tehát borzasztó mély, kézzel nem éred el az alját, azt tudom, hogy lehet ezt kihamúzni. És most azt csináljuk éppen, hogy azoknak elvesszük a kedvét, akik ide jönnének? Nem. Megtanítjuk őket, hogyan kell begyújtani egy dézsát. Nem hiszem, hogy megtanítjuk. Nem fogjuk. Majd megcsinálják helyettetek, ne aggódjatok. Igen, amúgy ez a dolog teljesen frissít. Gyakorlatilag mi a harmadik csoport vagyunk, úgymond, aki ebbe a dézsába tartózkodhat. Úgyhogy még a házigazdák is azon gondolkoznak, hogy legyen-e valaki itt, aki mindig tud segíteni. Mert nyilván a Dani, mire idejöttünk, ezt megcsinálta nekünk. De ezt figyelni kell. Tehát, hogyha itt vagytok egy hétig, akkor ezt figyelgetnetek kell, és mindig kell rá pakolni egy kis fát, hogy ne aludjon el a tűz, mert újra rakni sokkal macerásabb. Mint itt látjátok, ez nem oldalt nyitott, mert konkrétan az dupla annyiba kerülne, ha egy oldalt nyitott dézsát venne meg az ember, hanem itt fölül van az, ahol a fát kell beletenni, és amúgy Erdélyből érkezett ez a csoda szerkezet ide, és parajti sóval van töltve, és hát, én nem látok, de ti lehet, hogy látjátok. Igen, ti látjátok, ott a tűz, és azt kell táplálgatni, ahogy tudod. Viszont cserébe kellemes, füstös minden. Meg ez azért egy elég komoly program, na. Szóval, hogy ha nem csináltok semmit, tényleg csak kirándulgattok meg eztek, ez akkor is egy egész napos program, hogy a házban is megtartani a tüzet, meg a dézsában is. Imádom. Hello! Mi újság? Soha rosszabb hétfő. Nincs egy kicsit hideg itt kint, drágám? De, kurva hideg van kint. Azért jó, hogy kint hideg van, mert a sör hideg marad. Igaz. Jó a víz? Tökéletes. Most a tökéletes. Amiben fáj belemászni, de jó benne maradni. Tehát, hogy az életben nem fogsz kifagyni, és ha így ülök, akkor is el vagyok, mert... El vagy. El vagyok. Szerintem...
addig nem jövök ki, amíg nem károsulnak komolyan a szerveim. Azért ez 2021 eddigi legjobb pillanata, azt hiszem. Hát pedig 2 hete tart 2021, és eddig a lakásba ültünk. Akkor talán érted. Akkor talán érted. Amúgy ez még egy, nem egy két, ez úristen, ott a harkály. Várjál, mutatom. Ott, Jó. Míg ugye Peti a kemény munkát a Dézsában végzi, addig én azért megpróbálom életbe tartani itt a tüzet. Ez itt ilyen napi feladat. Mert hogyha nincsen tűz, akkor nincsen meleg. Amúgy hazudok, mert itt egy ilyen termosztátos ügy is, ami a szobában is, meg mindenhol gondoskodik a hőmérsékletről, úgyhogy gyakorlatilag, hogyha nem értetek hozzá, vagy nincs kedvetek tüzet rakni folyamatosan, akkor ugyanúgy van meleg, csak hát nem tudom. Ez egy jó program. Ez egy jó program. És tudom, mit akartam még mutatni. Nem biztos, hogy ez mindenkinek érdekes, de szeretnék nektek megmutatni, hogy mi, akik nem autóval járunk, tehát akiknek fontos az, hogy beleférjünk egy hátizsákba, meg mondjuk egy kézitáskába, nekünk azért az ilyen, mit hozzunk magunkkal, víztartaléknak, kajának, dolgok is fontosak. Valaki tanulta még ezt így rajtam kívül? Hogy az olyan üveg kancsóknál, amiről nem tudod eldönteni, hogy bírják-e a meleget, annál érdemes mondjuk egy kést, vagy kanál, vagy villanyelét oda tenni, hogy elvezesse a hőt, és akkor ne robbanjon fel. Na, szóval most éppen itt teát főzök, és boros pohárból Coca-Colát iszom. Igen. Képzeld. És itt akarok megmutatni egy-két dolgot. Például most hoztam magammal ilyen forró csokit, ami azért jó, mert egy kis tejjel egyszerre édesség és meleget adó dolog lehet belőle. Mindig szoktam hozni ilyen energiaszeleteket, mert hogyha kirándulunk, akkor ez a legjobb megoldás, hiszen dönthetünk úgy kirándulás közben, hogy mégse sietünk mondjuk haza ebédre, vagy ilyesmi, akkor tök jó, hogy ez a táskánkban van. Ez hasonló dolog, csak a Lidl-ös verzió, ezt a Decathlonba vettem, ezt az energiaszeletet. Sós dologból ilyesmit szoktam választani, valami krékert, azért, mert az acskó chipsek túl nagy helyet foglalnának, még ha szeretnénk is esetleg, és ez meg elég kis helyen elfér, de tartalmas, úgyhogy kevesebbet eszik belőle az ember, úgyhogy ez egy ilyen jó tipp arra, hogyha nem tudod, hogy mi lesz majd itt, és nem tudod, hogy eljutsz a boltba. És akkor itt van még egy-két olyan dolog, nyilván a májkrém, ezt biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki így gondolkodik. És mivel én nem igazán szeretek egész nap csak vizet inni, ezért ezt szoktam betenni, ami egy magyar márka, és ilyen apróka, de szörp. Stíviával van ráadásul ízesítve, tehát nem is hízlal, de nem is ilyen igazi mesterséges édesítős, és nagyon finom ez a lime bodzás verzió. És akkor volt már kirándulás, ahol ezt mutattam, hogy szerintem a mártás alapporok az egyik legjobb barátja lehet annak az embernek, aki kis helyre akar elférni, és mégis akar magával valami olyat vinni, amiből meleg ételt lehet varázsolni. Ez tipikusan olyan, ez a carbonara mártás. És ilyenek a levesek is nyilván, az acskós levesek. Ezt is biztos, hogy nagyon sokan alkalmazzák. És ami még ilyen életmentő lehet, hogyha az ember főzni se tud, tehát nem tudja, hogy működik itt majd a gáz, sütő, ilyesmi, ez mikróban megmelegíthető rizs. És itt van egy gázon elkészíthető egy tál ételes cucc. És ezt fogom elkészíteni most fasírt porral, falafel porral. Ha belegondoltok, és nem spilázzátok túl,
és mondjuk elvagytok akár savanyú nélkül is, ez a két zacskó, ez elég ahhoz, hogy kettőnknek egy teljesen normális adag tápláló meleg ételt tudja készíteni. Szerintem ez biztos, hogy egy tuti tip lehet a tésztán túl, mert nyilván nem akar az ember minden nap tésztát enni. És amúgy nyilván nincs minden helyen szükségünk mindig minden ételre, amit elcsomagolok, de jobb úgy készülni, hogy ki tudja, mi lesz. És itt például már ki is volt azonnal írva a falra, hogy van ez az Ili Mama konyhája, és mesélte is a tulajdonos, hogy egy nagyon cuki néni, aki tud reggelit, ebédet, vacsorát is hozni, és holnap már ezt fogjuk megkóstolni, szóval nem kell minden napra főznöm, meg van itt egy kis puska éttermekről, és bár ugye minden étterem ilyenkor nincsen nyitva, de szerencsére itt a környéken is vannak kiszállítósok, és ettünk már ettől a konyhaház étteremtől, akik sört, bort, szeszes italt, kolbászt, kávét, chipset, és egy csomófajta ételt is szállítanak házhoz, úgyhogy hát nem azt mondom, hogy ők a leggurmébb étterem, akitől valaha rendeltem, de azt gondolom, hogy tök jó tudni, hogy még ilyen időkben, még a covidos időkben sincs az, hogy egy ilyen pici településen ne tudnál valamit magadnak házhoz rendelni. Úgyhogy igazából nekünk egy rossz szavunk nincsen. Peti? Amúgy nem tudom. Én úgy tudom, hogy nem nagyon jó ez így. Mármint, hogy... Belőlem jött ki. Lehet. Mármint, hogy biztos jó flesít csinálni, de forró vízbe beinni... Két sört így lehet gazdaságossá tenni. De neked nem két söröd van, még van három söröd. Az anyámat, mekkora király vagyok. De akkor ki akarod hozni a kettőből is a maximumot? Szóval... Ez az a fasírt, amit nem rég mutattam, és ehhez tényleg gyakorlatilag csak víz kellett, meg egy pici zsíradék, amiben kisütöttük. Itt nem volt olaj a szálláson, úgyhogy azt láttuk a legjobb opciónak, hogy veszünk egy darab vajat, és abba sütöttem meg, és szerintem használt az ízének, mert egy elég fűrészporos jellegű dolog lenne ez a falafel fasírt így, viszont a vaj nagyon jó ízt adott neki, és akkor végül Peti választása alapján nem az a bulguros, töretes, zacskós dolog lett, hanem az ánklövences paradicsomos rizs, amit csak mikróba kéne melegíteni, de én most borsóval együtt, a borsót vettük ugye a boltba, borsóval együtt a kis maradék vajba megpirítottam, és itt a csalás, ez a szósz, amit hoztam, a kettő estével ezelőttről az uborka saláta feljavítva egy kis plusz tejföllel, és egy kis savanyú, ami szintén még egy rendelős vacsorából maradt. Én tudom, hogy nem ez a legélvezhetőbb felvétel, de beszélnünk kell arról, hogy azért mégiscsak este a legkirályabb ez. Hát igen. Ti is a legtökéletesebb alapkelléke. Egy litra lámpa. Ami... Meg egy üveg víz. Eltér a zsebben, és vízálló. Be lehet világítani egy dézsát. Elképesztő. Úristen, de creepy vagy! Így lesz kivilágított jacuzzi egy dézsából. Igen! Litra, yeah! Uram, irgalmaz. Csak ezzel a félelmetes medvével ne találkozok az erdőbe. Látjátok, amit én látok? Látják. Biztos? Igazából több hetes tervezés eredményeképpen vagyunk most itt, mert ezt a hetet lőttük be már decemberben. És hát eddig nem jártunk túl nagy sikerrel, de most... Esik a hó. Esik a hó. Pontosan ez volt, amire vágytunk, hogy egy dézsában üljünk az erdők szélén, miközben esik a hó. És bám! Azt a kurva! I wanna start up something new. I wanna see things I have never.